Pusztadoboson találkoztak a gazdák Jakab Istvánnal, hogy egyeztessenek a viharkárok okozta problémákról. Szűcs József egy erdőbirtokosság megbízott vezetője. A 220 hektáros területüket még nem tudták teljesen körbejárni, de már így is 120 hektáron, 22 ezer köbméternyi fájuk van a földön. Elmondása szerint ekkora mértékű kár után körülbelül 6-8 év szükséges, hogy felújítsák az erdőt. Az a legnagyobb probléma, hogy ez a kitermelés költsége nem ugyanannyi, mint ha normális esetben kivágható erdőnek a költsége. Mert ez nem tudom mennyi lesz, nem tudom. Egyetlen nagy probléma van még, hogy a fárak lefele kúsznak. Nem tudom, hogy a kronospán, vagy nem tudom, forgácstabgyár, hogy egyáltalán állítólag beszélnek mindent, meg hogy hová lesz értékesítve. Ugye a legfőbb dolog lenne a kármentés minden áron. A fórumon elhangzott, a helyiek soha nem láttak még ekkora vihart korábban a településen. A gyümölcsösökben keletkezett károk nagy részét fedezi majd a kárenyhítési alap, de a helyzetet ez sem oldja meg teljesen. Ha egy 3-4 éves kis fa a termésével együtt kidől és helyette ültetnek egyet, az megint 4 év múlva hoz az ideihez hasonló termést. Ezen túl gondot jelent az is, hogy vegyes ültetvény esetén bizonyos növényvédelmi és gyomírtási feladatok is eltérőek. A friss csemeték ugyanis más gondozást igényelnek. Ezek a károk így nem egyévi hozamkiesést eredményeznek, hanem folyamatos, éveken át tartó problémát. Az erdők esetében ez az időszak akár 15-20 évet is jelenthet, közölte Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke. Mi nem készültünk azokra az eseményekre, akik mondhatnánk ezt, hogy a klímaváltozás hatásaiból eredően most már előfordulnak, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe is 130 vagy 150 kilométeres szél fúj. Nyilván, hogy adódik, hogy erre nem vagyunk felkészülve, egy normál erdő kezelésre vagyunk felkészülve, a jogszabályok úgy készültek, és azt kell most kiegészíteni, vagy hozzáigazítani a törvényeket, jogszabályokat ahhoz, hogy a rendkívüli eseteket is tudjuk kezelni. Ez volt ennek a mai napnak a célja. A gyümölcstermesztőknek pedig, ugye itt a beszélgetés közben kiderült, hogy van olyan ültetvény, ahol a jégháló tartó is ugye a támrendszer megrongálta a vihar. Nem vagyunk erre felkészülve, hogy beadjuk a kifizetési kérelmet, az majd jön egy nap, egy olyan vihar, nincs erre példa, lehet még Európában se, hogy így tönkre tegye, hogy nem marad szinte megoszlop. Azok a források, amelyek a nemzeti agrárkárenyhítési rendszeren keresztül elérhetőek, illetve azok a források, amelyek az erdőben okozott károk megtérítésére igénybe vehetők pályázat útján rendelkezésre állnak, közölte Jakab István, a MAGOSZ elnöke. Jelenleg az a feladata a kormánynak és az ágazatnak, hogy azokra a károkra is forrást találjon, amelyeket ez a két lehetőség nem fed, illetve megoldást találjon a kialakult problémákra. Sok esetben az ügyintézés gyorsítása. Sok esetben a kár során keletkezett, mondjuk ha az erdőben keletkezett kár során kitermelésre kerülő faanyag értékesítése, a fa legkitermelés során az erdő biztosítási járulék megfizetésének mondjuk az elhagyása, a Viszmajor keretre való tekintettel, vagy éppen az ültetvénytelepítésnél a teljes technológiai rendszer tönkremenetele kapcsán, éppen ami átadás előtt volt, ez is különleges helyzeteket és különleges eljárást, intézkedést igényel. A legrosszabb helyzetben azok a gazdák vannak, akiknek nincs biztosítása és a kárenyhítési alapból sem részesülnek. Akik benne vannak utóbbiban, de nincs biztosításuk, számukra a keletkezett kár 40%-át megtérítik, ha viszont van biztosításuk, akkor a 80%-át. Az alap felülről nyitott, így ezzel a forrással nincs gond, tette hozzá Jakab István. A gazdák a pusztadobosi fórumon azt javasolták, az erdőgazdálkodók számára is hozzanak létre egy kárenyhítési alapot a jövőben. A MAGOSZ elnöke csütörtökön Nagy István agrárminiszterrel is egyeztet a további lehetőségekről.